Orbán dupláját költi a terror elleni harcra, mint a mentőszolgálatra. Magyarország legfrissebb konvergencia programjából sok más tétel mellett az is kiderül, hogy mennyit költ az állam a megnövekedett terrorfenyegetettség csökkentésére, megszüntetésére. Sokkal többet, mint amennyit ennek a veszélynek a leírására pazarol a 85 oldalas dokumentum. Az egy rövid bekezdés, illetve két táblázat erejéig taglalt terrorfenyegetettség elleni küzdelem idén 86,9 milliárd forintot visz el a költségvetésből, írja az NFOR. Tavalyi számot is közöl a program, ezerint 2017-ben 79,2 milliárd forintba került a védekezés. Ez jókora ugrás a 2016-os kiadáshoz képest, akkor elég volt 13,4 milliárd erre a célra. Vagyis három év alatt legalább 179,5 milliárd forintot költ a kormány a megnövekedett terrorfenyegetettségre hivatkozva. Azért csak legalább, mert idén még változhat, nagyobb eséllyel emelkedhet a kiadás. A terror miatt elköltött idei összegből 21,9 milliárd megy el biztonságtechnikai beszerzésekre, azok elhelyezésére. A képesség, létszám, eszközfejlesztésre 64,9 milliárdot költenek a tervek szerint. Az objektumok őrzésére 100 millió forintot terveztek be a konvergencia program szerint. Egy másik bontásból az is kiderül, hogy a terrorfenyegetettség elhárításában közreműködők, vagyis a munkavállalók jövedelmére 4,2 milliárd forintot fordítanak a 2018-as büdzséből. Az idei évre jutó csak nem 87 milliárd forint több, mint duplája például annak az összegnek, ami az országos mentőszolgálatnak jött a költségvetésből, az OMSZ működési bevétellel nem fedezett kiadása mintegy 38 milliárd forint, és ugyanez a helyzet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatásával is, 39,4 milliárd forint. Forrás, Forhu.